No, és itt a stúdióban Péli Barna. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Szerintem. Pont megdicsértük, hogy nagyon jól nézel ki, jó nagyon formában vagy. Nem tudom, hogy Dés Lacival beszélt, köszönjük. Nem tudom, hogy Dés Lacival beszéltél itt az előtérben, hogy úgy állt föl innen a stúdióból, hogy mondta nekünk, meg a nézőnknek, hát, hogy milyen jó, hogy végre jött ez az időszak, hogy a zenészek újra zenélhetnek. Nem bent a négy falak között, hanem kiállhattak a közönség elé. Mekkora nálad a boldogság? Hát, megmondom őszintén, nekem már tavaly is az volt, amikor egyszer játszottam nyáron, és hát volt jó pár koncert, és úgy éreztem, mintha Wembleybe lennék, bár nem voltam még a Wembleybe, nem tudom, milyen ott játszani, de olyan érzés volt az embernek, mint amikor először állt színpadra életében, és van egy olyan flow élménye, van egy olyan erős energia, ami elönti a testét, ugye valószínűleg az adrenalin miatt, meg ugye a lendület miatt, amit csak akkor lehet érezni, amikor az ember színpadra kerül, ami hát fejtetetlen élmény, és ez azt, amiatt vagyok például színpadon, és ezt végre átélheti az ember újra, hiszen ha sokáig nem vagy színpadon, akkor ez a fajta élmény felerősödik benned. Tehát nincs semmifajta ilyen megszokás nincs benne. De ugye azért, amikor nem voltál színpadon, akkor is dolgoztál, persze. És ennek az eredményét most duettekben láthatja majd a közönség. Igen, igen. Mi ez a duett sorozat, amivel készülsz? Lett egy ilyen ötlet, ugye, hogy sokat dolgozok ugye most egyedül a dalaimon, mert jó pár éve járom így a világot gyakorlatilag egy looperrel, amivel így gyakorlatilag egy zenekar tudok megszólaltatni szinte a színpadon, úgyhogy hirtelen fölveszem a különböző egységeit a zenének, de ezt most nem kezdem magyarázni, meg kell nézni a koncertet. És volt egy olyan ötlet, hogy mi lenne, hogyha zenésztársakkal, illetve hát előadó művésztársakkal elkezdenék dalokat szerezni, énekesekre gondolok. És ez így elkezdődött ez a folyamat, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy picit bonyolultabb lett, mint gondoltam. És végül is aztán az első dal, ami ki fog jönni, ez a Dorogi Petivel levő munkafolyamatnak és barátságomnak a gyümölcse. Az lesz a cím, hogy Várlak a nyárban. Igen, azért mondjuk el, hogy aki esetleg a Petinek a múltját, jelenét, ugye nem is menni, az Intin Tornai legállnak, ugye a frontember egyben. Igen, és igen, ott híresült el leginkább. Zseniális dalszerző, és most már évek óta tervezgettük ezt a dalt, és több éjszakát így végigbulisztunk, meg sokat beszélgettünk, akkor először balladát akart írni, mondom, hogy nem szeretnék balladát, akkor én, és végül is most kigurult ez a dal, ez egy lendületes, ilyen nagyon ilyen kis feel good szám lesz. Na jó, de milyen stílusban? Tehát oké, feel good, az érzés, igen, de hogy mi, funky, vagy... Nehéz megmondani, mert először rock számnak indult, utána pedig egy ilyen akusztikusabb hangszerelést kapott, és végül is nem nagyon tudom meghatározni, de én azt mondanám leginkább, hogy egy picit ilyen, hát ilyen érdekes popzenének mondanám. Érdekes popzene. Igen, tényleg most nem fogok, mert megmondom őszintén, hogy kerestük a Petivel, hogy mi is minek nevezzük el, de meg igazából még nincsen meg, de majd felposztoljuk a... Klip lesz hozzá? Lesz klip, és az az érdekes, hogy szerintem ez jövő héten meg ki is fog jönni, de még nem forgattuk le. Tehát, és még a szám sincs teljesen kész, de annyira már kész van, hogy tudunk dolgozni a videóklippen, még a héten. Uh-huh. És hol minden... forgattok, vagy milyen jellegű lesz? Ezek egyszerűbb itt a vírus helyzet miatt is, nem akartam ilyen óriási költségbe verni a projektet, most egyből négy videót veszünk föl, és szép lassan hozzuk ki. Ilyen stúdió környezetben fogunk együtt énekelni. A különbségeket még nem teljesen érzem, de nagyon, nagyon rendes és nagyon jó pofa rendezővel dolgozunk. Rendezőoperatőrrel, a Szírobival, aki mindig meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, hogy picit így elválasztjuk az egymástól ezeket a videókat. Akár fénnyel, akár mozdulatsorokkal ki fog alakulni, de inkább egy ilyen stúdió környezetet kell képzelni. No, nem tudom, mennyire titok, vagy nem titok, de hát akkor még várnánk néhány nevet, hogy a Barna, ez te vagy, ha a Peti után kivel fogsz duettet énekelni. Nem tudom, hogy mennyire mutatom el, de egyet ezt azért elmondok. Hát, ezt nem beszéltem meg a menedzseremmel, de hát még egyet elmondok, a Pádénessel lesz még egy duettem, de még lesztek páran. És nagyon-nagyon várom. Te válogattad össze? És miért csak pasik? Ez hogy jön? Direkt. Egyelőre direkt. Nem tudom, egyszerűen nagyon sokat beszélgetek, és nyilvánvalóan inkább pasikkal beszélgetek, meg ugye ők a barátaim, meg haverjaim, és így arra jöttem rá, hogy ez egy olyan mértékben tudja elmélyíteni a barátságot, illetve ezt a baráti kapcsolatot, az alkotási folyamat, amit nem nagyon lehet másképp visszaadni.
és nem is igazán, először csak egy ötlet volt, de miközben az alkotási folyamat zajlott, akkor vettem észre, hogy mennyivel közelebb kerülünk egymáshoz, mint emberek, és mennyi mindent tudunk egymástól tanulni. Tehát átveszem a poénjait, átveszem az enyémeket, akkor rájövök, hogy mi az, amire érzékeny, mi az, amire egyáltalán nem, amire tökre nem számít az ember, mert mindig van egy előképed a másik emberről, de abban a pillanatban, amikor ilyen sok időt töltesz fel együtt, akkor más a gyerek fekvése. Még csak gyors válasz, hol lehet téged látni, Barna, legközelebb? Jó pár koncert lesz, hogy emlékszem, hogy majd nézzétek egyébként a közösségi oldalaimat, jó, mindenki. Lesz Edelényben, ha jön, Csákváron, az Erzsébet táborban, milyen fiataloknak táborot kétszer fog játszani, úgyhogy itt szépen még alakul a nyár. Úgy néz ki, hogy Montenegróban is lesz egy bulim, ha minden jól megy, úgyhogy lesz dolgom. Szuper, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.